A végső győzelemre is esélyes Pécs kiejtésével került a debreceni döntőbe a nyíregyházi csapat, amely az első meccsen 8 pontos vereséget szenvedett a hazaiaktól. A folytatásban a Szegedet 30, a budapesti Honvédot pedig 18 ponttal verte a Bockó Ádám Pető Ákos páros által irányított együttes. Az elődöntőben a székesfehérvári Dávid Kornél Akadémia ellen 48-47-re nyertek Vaskóék, a fináléban viszont csak megnehezíteni tudták a Vasas Akadémia dolgát, de az ezüstérem így is várakozáson felüli eredmény a nyíregyházi gárdától. A csapat nagyon nagy lelkereje volt, hiszen az első meccs veresége után sem az volt a fejekben, hogy úristen kikaptunk, hanem mindenkit meg tudunk verni, és abszolút ezzel a szemlélettel mentünk neki az utána lévő mérkőzésnek, és ez hozta meg ezt a nagy sikert. A torna válogatottjába is beválasztott Sitku Márton szerint az ezüstérem jó visszaigazolása annak, hogy érdemes évközben keményen dolgozni. A csapat mindent megtett, és ez egy nagyon szép eredmény. Tényleg itt kifizetődött a munkánk, egész éves munkánk, és hát én gratulálok a csapat többi tagjának is ez az eredményhez. A szintén az osztálycsapatba választott Mokánszky Máté teljesen elégedett a megszerzett ezüstéremmel. Próbáltuk kihozni a csapatban a maximumot, ez úgy gondolom, hogy sikerült ezzel a második helyjel. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, ezt elértük eddig a legjobb címünket értük el a csapattal. Büszke vagyunk az egész csapatra, az egész éves munkánkra. Szeretném megköszönni az egész éves munkát az edzőknek, a szülőknek, a szurkolást. Szóval szerintem egy sikeres országot zárhattunk. A nyíregyházi csapat legeredményesebb játékosa a kapitány Vaskó György volt, aki 17 pontos átlaggal zárta a döntőt. Igazából egyik meccs sem volt olyan nagyon könnyű, talán a Szeged elleni 30 pontos győzelem annak mondható, de az is végig figyelni kellett, és végig kontrollált mérkőzés volt. A legnehezebbnek szerintem a Dávid Kornél elleni mérkőzés volt az elődöntő. A három játékos közül Sitku Márton stabil tagja a szófiai Európa-bajnokságra készülő U16-os válogatottnak. Korábban már Vaskó és Mokánszky is kapott meghívást a nemzeti együttesbe, és elképzelhető, hogy a Debrecenben mutatott játékuk alapján ismét bizonyítási lehetőséghez jutnak. A fiúk a jövőben egy korosztállyal feljebb a junior csapatban szerepelnek, és a felkészülés kezdetén minden bizonnyal mindhárman ott lesznek majd a felnőtt csapat keretében.